Ami számít, ami hasznos, ami érdekes. Vásárhelyen, Makón és a régióban. Közös nevező a dolgos délelőttökön a Rádió 7-ben. Jó napot kívánok, ez a Rádió 7, a mi világunk, benne a közös nevezőt hallják, amelynek mai vendége Misák Darinka, az Esélykafé Dolgozni akarok című könyvszerzője. Kezdjük csokolom, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A technikus Fazekas Gábor, én pedig Czabarka János vagyok. Szóval megjelent egy könyv, de hát emögött nagyon-nagyon sok minden van. Ami nagyon fontos, hogy a könyv olyan Down-szindrómával érő diákokat mutat be, akik a speciális oktatáson belül találkoztak az Esélykafé programjával. Mit kell tudni erről a betegségről? Talán ezzel kellene kezdenünk. Hát talán most aktuális is, hiszen október van, és október a Down-szindrómával élők hónapja. Ez egy kromoszoma rendellenesség, és az ezzel született gyermekek, azok speciális megsegítést igényelnek, a fejlődésükben fokozottan gyógypedagógiai segítségnyújtás szükséges ahhoz, hogy a későbbiek folyamán ezek a fiatalok a társadalomban beilleszthetőek legyenek. Ön ugye eredeti szakmáját tekintve, illetve ma is gyógypedagógusként dolgozik. Igen. Másképp kell kezelni egy Down-szindrómás diákot, gyermeket, mint aki esetleg más miatt sérült? A munkahelyemen, ahol én dolgozom, ott több sérültséggel élő diák jár abban az intézményben. Különböző képességprofillal rendelkeznek ezek a személyek, és mindig az aktuális állapotuktól függ, hogy mi gyógypedagógusok hogyan tervezzük az adott foglalkozásokat, hogyan hagyjuk ezeket végre, de ahányan vannak, annyi félék vannak. Down-szindrómával élő fiatalok, vannak autizmussal élő diákok, vannak tanulásban akadályozott személyek, tehát több sérültség típussal találkozhatunk. Még egy nagyon fontos dolog, hogy ez a betegség nem gyógyítható, tehát ha valaki így született, akkor élete végéig ebben szenved gyakorlatilag, legfeljebb a körülményeket lehet javítani. Igen, nem is betegségnek hívjuk, hanem ezt egy állapotnak hívjuk. Elnézést kérek. És aki ezzel a Down-szindrómával születik, általában már a megszületés pillanatában kiderül, hiszen gyengébb izomtónussal születnek ezek az újszülöttek, illetve különböző minták vannak az arcaikon, tehát könnyebben különbséget lehet tenni, hogy most melyik csecsemő az, aki Down-szindrómával születik, illetve melyik az, akik ezeket a jegyeket nem hordozza, tehát vannak már külső jelei, és igen, ez nem gyógyítható, mint már említettem, ez egy kromoszoma rendellenesség, a 21. kromoszoma osztódásából adódóan. Ez egy életen át tartó állapot lesz, és az ezzel született gyermekek egészen a korai fejlesztéstől, egészen a pedagógiai életkísérést bezáróan gyógypedagógiai segítségre, támogatásra szorulnak. Ugye a bevezetőben mondtam, hogy ön az Esélykafé Dolgozni akarok című könyv szerzője. Hogyan jön ide az Esélykafé, illetve mi az, hogy Esélykafé? Ennek egy története van, hiszen én 6 évvel ezelőtt csatlakoztam egy programhoz, mely program akkor az Ability Café néven indult el. Szvacseknéja Margit Gitta, a Pécsi Fogdakezem Alapítvány elnöke indította az országban, egy érzékenyítés volt neki a célja. Ez a program, ez arról szólt, hogy felnőtt értelmileg akadályozott személyeket felkészítsenek arra, hogy integrált munka környezetben, jelen esetben egy kávéházban felszolgálói munkát lássanak el. És én már akkor az akkori munkahelyemen nagyon kerestem azokat a lehetőséget, hogy hogyan tudnánk azokat az előítéleteket, amely még az emberekben benne van, megdönteni. Hogy hogyan lehetne még több információt nyújtani azokról, akik valamilyen akadályozottsággal élnek. És ezáltal is a szociális távolságot próbáltam csökkenteni, ami még nagyon intenzíven és erősen benne van az ép és az akadályozottsággal élő személyek között, és pont ebben az időszakban találkoztam hírfolyamban ezzel a pécsi kezdeményezéssel, és én felvettem akkor Gittával a kapcsolatot. És Gitta akkor leutazott a munkahelyemre, Orosházán a Vadvirág Esélyklub Fogyatékosok Nappali Intézményébe, hozott is olyan fiatalokat, akik benne voltak ebben a programban, és bemutatták, hogy miről szól ez. És én csatlakoztam az országba, mi voltunk a második olyan intézmény, aki csatlakozott hozzájuk, tehát a Pécsi és az Orosháza folytatta ezt a programot,
és én akkor már ebben nagyon sok lehetőséget láttam. A lehetőség az volt, hogy ezeknek a felnőtt értelmének akadályozott személyeknek lehetett egy cél az életükben. Egy olyan cél, hogy fontosnak érezhették magukat. Egy olyan cél, hogy bizonyíthattak a szüleiknek, azoknak a szülőknek, akik megtapasztalták azt, hogy a 30-40 éves akadályozottsággal élő felnőtt gyermekük nem tud elhelyezkedni. Tehát ez egy bizonyítási vágy is volt ezen személyek részéről a szülők fele, és akkor 2015-ben én Orosházán, egy kávéházban ezt a programot az orosházi lakosságnak bemutattam. 3 éven keresztül Orosházán színesítettük a Café Szempre kávéházban ezt a programot, és a 3. évben egy 40%-os vendégköri emelkedés következett be, tehát hosszú időbe telt, de az emberek mertek közeledni, mertek nyitni, elmerték fogadni a kávét az akadályozottsággal élő személyektől. És utána 2017-től én az Esélypedagógiai Központ munkatársaként, az országból egyedülálló kezdeményezésként már készségfejlesztő osztályon belül folytattam tovább ezt a munkát, és az ottani munkát is nagyon fontosnak éreztem, hogy összehasonlítva a Fogyatékosok Nappali Intézményben elkezdett munkával, ez könyvformájában is megjelenhessem. Arra kérem, hogy beszélgessünk majd egy kicsit magáról a vendéglátásról is, hiszen ez egy nagyon speciális terület. Ez a Rádió Hét, benne a közös nevezőt hallják, amelynek mai vendége Misák Darinka, az Esélykafé Dolgozni Akarok című könyvszerzője. Rádió Hét. A mi világunk. Közös nevező. Sztorik, újdonságok és ami a hírek mögött van. Minden hétköznap délelőtt 10-től 11-ig a Rádió Hétben. Ez a Rádió Hét, a mi világunk, benne a közös nevezőt hallják, amelynek mai vendége Misák Darinka, az Esélykafé Dolgozni Akarok című könyvszerzője, a technikus Pazekas Gábor, én pedig Czabarka János vagyok. Darinka említette, hogy vendéglátás, kávézókban próbáltak segíteni a Down-szindrómával élő diákokon, de a vendéglátás az egy nagyon speciális terület. Tehát egyébként is úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki már dolgozott vendéglátásban, visszaköszön az, hogy egyrészt vagy nagyon nagy pörgés van, vagy a vendégekkel van különböző probléma, nem egy homogén társaság, tehát bárki bemehet inni egy kávét, és nem biztos, hogy azonos módon reagálnak a felszolgálóra. Igen. Amikor ezeket a diákokat csatlakoztattam ebbe a programba, akkor a szülők részéről volt egy félelem. Tehát azok a szülők, akik maguk akadályozottsággal élő személyeket nevelnek, pont amit ön is említett, attól féltek, hogy valami atrocitás esetleg nem éri az ő gyermeküket ebben a programon belül. Semmilyen soha nem következett be, és az a feladatkör, amit a kávéházon belül ezek a fiatalok ellátnak, többrétű, sokoldalú, és amit mi az iskola keretén belül, tankonyhán keretén belül felkészítjük ezeket a fiatalokat, akár elméleti síkon, akár a szituációs gyakorlatok folyamatos intenzív gyakorlásával, utána ez már konkrét munkakörnyezetben tovább tud fejlődni. Tehát egy példát tudok arra mondani, hogy bármelyikünk, amelyikünk elvégez egy szakmát, én is amikor elvégeztem a gyógypedagógiát a későbbiek folyamán, amikor konkrét helyzetben vagyok, az iskolán belül, mint gyógypedagógus, akkor még többet tudok a munkámhoz hozzáadni. Na most ezek a fiatalok is még többet tudnak hozzáadni a felszolgálói munkafolyamathoz, de hónapról hónapra, évről évre tapasztalható ezeknek a fiataloknak a fejlődése. Hogy mennyire nagyon akarják ezt a munkát, mennyire nagyon fontos, hogy ők a társadalom hasznos és elfogadott tagjaivá válhassanak, és én úgy gondolom, hogy a munkavégzés az akadályozottság kompenzálására az egyik legmegfelelőbb forma. Eredményes viszont akkor lesz, hogyha ezeket a tanulókat fel tudjuk erre a feladatra készíteni. Ebben a programban szereplő diákok nem mindegyikőjük megy ki a kávéházba, hanem azok mennek ki, akik egy belső záró vizsgán le tudnak belőle vizsgázni, akik alkalmasak arra, hogy az ottani feladatot magas szinten és példaértékűen teljesíteni tudják. Nem az a célunk, hogy magát a fogyatékosságot lássák meg, hanem magát az embert lássák meg azok a vendégek, akik bejönnek a kávéházba. A vendéglátás gyakran kegyetlen világ. A kávézóban ugye nem csak olyan emberek dolgoznak, akik Down-szindrómával élnek. Hogyan fogadják el őket? Nagyon pozitív volt a fogadtatás. Meg szeretném említeni, hogy amikor Békés Csabán egy kávéházba
nyitottunk elsőként 2017-ben, akkor az ottani ott dolgozó felszolgáló munkatársak már az első napon ledöbbentek az iskolai akadályozottsággal élő diákok munkához való hozzáállásán. Ledöbbentek azon, hogy milyen ügyesek. Mondták is, hogy kérdezték, hogy sokat gyakoroltatok? Mert hogy annyira ügyesek ezek a fiatalok. És mondtam, hogy sokat is gyakoroltunk, de nagyon ügyesek, nagyon akarják ezt a munkát. Mint a szorgos kis hangyák úgy sürögtek, forogtak, és már az első, második napon nagyon pozitív volt a fogadtatás. Ugye az elsődleges érzékenyítés nekünk az ott dolgozó munkatársak voltak. Tehát velük történt az elfogadtatás, és utána megtapasztalni azt, hogy együtt dolgozik az akadályozott és a nem akadályozott személy, és hogy ezzel egy olyan szociális karakter tudunk kialakítani, hiszen ez a közös munkás szerepet tudtunk megvalósítani, az egy csodálatos érzés. Igen, jó, ez egy dolog, hogy a kollégák hogy viszonyulnak hozzájuk, de a vendégek részéről érkezik-e valami visszajelzés? Volt olyan vendég, természetesen előfordult, aki csodálkozott, hiszen mi más egyenruhában, különbözőképpen vagyunk ott felöltözve, mint egy ott dolgozó munkatárs. Esélykafés munkaruha van rajtunk, kötény van rajtunk, illetve a Down-szindrómának, illetve az egyéb sérültségnek a jeleit ezek a fiatalok magukon hordozzák. Tehát volt olyan, aki egy kicsit meglepődött, de volt olyan is, aki azt kérdezte, hogy miért csak 2 hétig vagyunk itt. Hát ez egy csodálatos dolog. Hát milyen jó lenne, hogyha elérhetőek lehetnénk. Illetve volt a Békés Csabai Belvárosi Iskolából diákok, akik előtte nem voltak a kávéházban, de onnastól kezdve folyamatosan ott voltak. Sőt, olyan eset is volt, hogy egyszer egy délután nem jelentünk meg, mert a fiatalok hazautaztak, és őket nagyon rosszul érintette, hiszen ők azért mentek, mert szerettek volna találkozni ezekkel a fiatalokkal. Békés Csabát emlegette, de igen. Gyulán is van. Ugye? Igen, ennek a programnak az a célja, hogy ne csak Pécs, ne csak Orosháza, ne csak Békés Csaba, hanem az ország több városában is tapasztalják meg ezt a programot, tapasztalják meg ezt a lehetőséget, és Gyulán a Esélypedagógiai Központ Pánczi Imre tagintézményéhez közeli kávézót felkerestem, a Manuel Café kávéházat, és az üzemeltető egy Dobi Róbert és felesége nagyon pozitívan állt a programunkhoz, és elértük azt, hogy heti rendszerességgel minden héten egy nap ott vagyunk a kávéházba délutánonként. Egyelőre köszönöm szépen, javaslom, hogy hallgassuk meg közösen majd a rövid híreket. Ez a Rádió Hét, benne a közös nevező, amelynek vendége Misák Darinka, az Esélykafé Dolgozni Akarok című könyvszerzője, és ígérem önöknek, hogy a rövid hírek után azzal folytatódik majd a beszélgetés, hogy na, mi a helyzet Hódmezővásárhelyen. Rádió Hét, a mi világunk. Ami számít, ami hasznos, ami érdekes. Vásárhelyen, Makón és a régióban. Közös nevező, a dolgos délelőttökön, a Rádió Hétben. Ez a Rádió Hét, a mi világunk, benne a közös nevezőt hallják, amelynek mai vendége Misák Darinka, az Esélykafé Dolgozni Akarok című könyv szerzője, a technikus Vazakas Gábor, én pedig Czabarka János vagyok, és megígértem önöknek, hogy a rövid híreket követően arról beszélgetünk, hogy Hódmezővásárhelyen van-e esetleg Esélykafé, vagy van-e esély arra, hogy legyen Esélykafé? Nagyon szeretnénk, hogyha lenne rá lehetőség, hiszen a könyv egyik főszereplője, Lipták Péter, Hódmezővásárhelyi lakos, ő 3 évet önkénteskedett ebben a programban, nagyon akar dolgozni, nagyon szeretne elhelyezkedni, és én, mint gyógypedagógusként is úgy érzem, hogy azok a munkához szükséges készségek, képességek, amiket Péter megszerzett az iskola keretén belül, nem csak ezzel a kávéházi programmal, hanem különböző munkamodulok vannak ott az iskola keretén belül, tehát amit ő megtanult, azt tovább tudja kamatoztatni, tovább tudja folytatni. Hogyha erre neki nem lesz lehetősége, akkor a megszerzett tudás egy idő után el fog kopni. És nagyon szeretnénk, hogyha Hódmezővásárhelyen találnánk egy olyan kávéházat, amely Pétert befogadná, és lehetőséget teremtene arra, hogy ennyi önkénteskedés után ő most már munkabérért dolgozhasson. Én úgy gondolom, hogyha ez elérhetővé válik, és sikerülne tényleg egy ilyen kávéházat itt Hódmezővásárhelyen felkutatni, aki ezt a programot, illetve a programon belül Pétert befogadná, akkor nem csak Péternek segítene, hanem a hasonló korú társaikon is, hiszen ez már egy előrelépés lenne, egy bizonyíték arra, hogy van tovább. Illetve az ő családjaikon is segítene. Igen.
nagyon sokat jelentene az édesanyjának is, hiszen ő is nagyon reménykedik abba, hogy lesz folytatása. Nagyon sokat segítene rajtunk gyógypedagógusokon is, hiszen nekünk is lenne egy ilyen tovább kísérés, látnánk azt, hogy a megkezdett munka folytatódik tovább, illetve mindenkinek segítene, minden olyan személynek, aki bemenne abba a kávéházba, és megtapasztalná azon intellektuális akadályozottsággal élő személyeket, akik Down-szindrómával élnek. Nagyon fontosnak tartom, ugye említettem azt is, hogy vannak olyan diákok, akiknek felkeltődik az érdeklődése a másság iránt. Tapasztaltam ezt a kávéházi munkafolyamatokon keresztül, a konkrét kinti munkában is, hogy én bízom abban, hogy Hódmezővásárhelyen is a diákoknak is ez irányú érdeklődése felkeltődik, hiszen nagyon fontos az, hogy minél többen segítsük ezáltal a pályaválasztást, és minél többen a segítő szakma, a szociális munka, a gyógypedagógia iránt történjen egy bemutatás, egy bemutatkozás is, és hát ha egy-két diák esetleg kedvet kap, hogy ő egy ilyen területen szeretne a továbbiakban is majd dolgozni, vagy tovább tanulni. Olvasva a könyvet és megnézve egy kis filmet, amiről majd hamarosan beszélgetünk, valóban az volt a visszatérő mondat benne az érintettek részéről, hogy dolgozni akarok. Többet jelent számukra az, hogy munkát végezhetnek, értékes munkát végezhetnek, mint egy átlagembernek? Igen. Igen, maga a cím is Péter adta. Én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy amikor ezt a könyvet még a nyomdába volt, én ezekkel a fiatalokkal választottam ki a könyvnek a színét is. Azért lett kék, mert ezek a fiatalok a kék színt választották. Azért lett Dolgozni akarok a címe, mert én Pétertől számtalanszor hallottam ezt a kifejezést, és ezáltal is közvetíteni akarom az ő akaratukat. Én úgy gondolom, hogy én hosszú távon szeretném bebizonyítani, hogy ezek a nagyon értékes személyek a munkavilágán belül egyéni megsegítés mellett, de képessé tehetők és képesek arra, hogy dolgozhatnak, nagyon sokat jelent az életükbe, hiszen hogyha elképzeljük azt, hogy egy szegregált intézményi forma keretén belül, amikor végeznek a speciális oktatásba, onnan kikerülnek egy fogyatékosok nappal intézménybe, az is csak egy szegregált ellátási forma, tehát annyira a felszín alatt vannak ezek a fiatalok, és az ő életükben az, hogy megélhetik azt, hogy dolgozhatnak, mint az édesanyjuk, hogy dolgozhatnak, mint a testvérük, mint az édesapjuk, hogy a társadalom hasznos tagjává tudnak válni, hogy úgy tud dolgozni, mint a kávéházban jelenlévő ottani munkatárs, hogy megtapasztalja azt, hogy ő hasznos tagja tud lenni a társadalomnak. Ez egy fantasztikus motivációs erővel bír az ő életünkben. Ugyan nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy a beszélgetést hallva kap majd néhány telefont, mégpedig azzal, hogy Hódmezővásárhelyről vagyok XY, és érdeklődnék a Péter iránt, de nem vendéglátással foglalkozom. Úgy gondolom, hogy nyitottnak kell lennünk, hogyha egy fodrászszalon megkeresne bennünket, ahol olyan plusz feladatok, ami nem konkrétan a fodrászatról szól, hanem a hajaknak az összesöprögetése, a törölközőknek az összehajtogatása, tehát hogy a fodrász szakembernek a keze alá történő dolgozás, hogyha egy ilyen lehetőségünk is lenne, én azt is nyitottan fogadnám, és annak is nagyon örülnék, de természetesen minden megkeresés, ami jó szándékkal, ami jó szívből jön, és ami lehetőséget teremtene arra, hogy ne önkénteskedjenek tovább ezek a fiatalok, hogy Péter most már tényleg el tudjon helyezkedni, és én Péter mellett azt is nagyon sokszor megéltem a gyakorlati munkavégzés alatt, hogy ő oda ment a kávéház üzemeltetőjéhez. Megkérdezte, hogy mikortól dolgozhat most már itt, és hogy ő most már nem szeretné levenni ezt a munkaruhát, hogy meddig kell neki még bizonyítani azt. És pont arra jöttem rá, hogy maga ez a reménytelenség helyzete, hogy nincs tovább, és hogy maga ez a fiatal is, vagy ezek a fiatalok is, akik el tudják látni a feladatot, mégis nem tudják, hogy mi az, amit még nekik tenni kell annak érdekében, hogy tényleg dolgozhassanak. Bocsánat, lehet, hogy ezt majd meg kell magyarázni a kedves hallgatóknak. Igen. Az önkéntesség azt jelenti, hogy ingyen dolgozik, tehát igen, hogy ezért munkabért nem kap. Nem. Viszont értékes munkát végez, tehát ideje lenne, hogy kapjon pénzt. Igen, igen. No. Én javaslom, hogy folytassuk majd azzal a kis filmmel, amit csak érintőlegesen említettünk. Ez a Rádió 7, benne a közös nevezőt hallják. Rádió 7. A mi világunk. Közös nevező. Minden hétköznap délelőtt 10-től 11-ig.
A Rádió Hétben. Ez a Rádió Hét a mi világunk, benne a közös nevezőt hallják, amelynek mai vendége Misánk Darinka, az Esélykáfén dolgozni akarok című könyvszerzője. Most nem mint könyvíróról, könyvszerzővel beszélgetünk majd a következő percekben, hanem mint filmrendezővel, hiszen ezt a filmet, ami megjelent önökről, azt éppen ön rendezte. Mi az, amit meg akart mutatni? Én úgy gondoltam, hogy ezzel a kis filmmel, hogyha minél több helyre eljut, hogyha minél több megosztást kap, hogyha az ország különböző területein is meg tudják nézni, és eljut az üzenete, akkor már nagyon sokat elértünk. A legfontosabb célom az volt ezzel a filmmel, hogy az érintettek szólaljanak meg benne. Azok az érintettek, akik ebben a munkaprogramban már több éve fejlődnek, és a választás Anitára és Péterre esett, illetve fontosnak éreztem, hogy az egyik édesanyja is szólaljon meg benne, és hangsúlyt kapjon a kávéháznak az üzemeltetője, illetve annak a dolgozónak a véleménye, aki a kávéházban dolgozik, és törekedtem arra, hogy így komplett egységként, egészként próbáljam meg a filmen keresztül bemutatni, hogy mennyire nagyon szükség van arra, hogy ezek a fiatalok kinti munkahelyen dolgozhassanak. És én nagyon bízom benne, hogy az üzenete nagyon sok helyre eljutott. A Facebookon rengeteg megosztást, több mint 40 ezres megtekintést kapott, és már mi ennek is nagyon örültünk. De a videó megosztón is fenn van, ha jól tudom. Igen, igen. Ott is érdemes tehát rákeresni. Igen. Elég, ha beírjuk majd azt, hogy dolgozni akarok, vagy Esélykafé? Akkor ez felugrik? Elég, igen, és a YouTube csatornán is elérhetővé vált. Na, én javaslom egyébként, igen. Mi megnéztük ezt a filmet, és azt mondom, hogy tényleg nagyon jól sikerült, és látni azokat, akik ebben érintettek, az pedig egy külön élmény, ha szabad így fogalmazni. Darinka, mikor lenne elégedett? Akkor, hogyha akkor nyugodnák meg, hogyha ezeket a fiatalokat sikerülne elhelyezni, és a társadalom hasznos tagjává válhatnak azáltal, hogy munkájukért munkabért kapjanak. És hogy ne a különbözőségeket nézzük, hiszen mindannyian különbözőek vagyunk, hanem magát azt, hogyha egy akadályozottsággal élő személy ott dolgozik közöttünk, akkor ezt tegyük a tanulás forrásává. Tanuljunk egymástól ezáltal is, mert nagyon-nagyon sokat lehet tanulni ezen fiataloktól. Én gyógypedagógusként nagyon sokat kaptam tőlük, és engem ez a rengeteg szeretet, a rengeteg pozitív érzés, amit tőlük kaptam, engem ez visz előre. Minden településen van lehetőség arra, hogy önökkel kapcsolatba lépjenek? Én úgy gondolom, hogy ha engem megkeresnek, akkor igen. És ha valaki úgy gondolja, igen. És akkor most csak a nagyobb városokról beszéljünk, mondjuk Csongrádról, Szentesről, Kistelekről, Makóról, Hódmezővásárhelyről, természetesen és Szegedről, ők hol és milyen módon tudnak kapcsolatba lépni önökkel? Békéssabán ugye az Esélypedagógiai Központban dolgozom, a Facebookon is fent vagyok, tehát nagyon sok gyógypedagógus van, aki a film révén megkeresett és rám írt, hogy szeretne velem találkozni. Másmilyen formában, hát ugye az e-mail címem, a telefonszámom, azok is elérhetőek ezek az oldalakon, és hát hogyha felveszik velem a kapcsolatot, akkor teljesen a rendelkezésükre állok, és nyitunk arra, hogy minél többen megismerkedhessenek ezzel a programmal, és minél több mindenki tudna ehhez csatlakozni. Volt az életemben egy olyan időszak, amikor nem éreztem azt, hogy mit kell még tenni, hogy haladjon előre ez a program. És ugye mindig vártam a csodát, vártam azt, hogy ki az, aki felfigyel, ki az, aki fog segíteni, és hogy mikor tudnak tényleg ezek a fiatalok elhelyezkedni, mit kell még bizonyítani Péternek, nekem, Anitának, Anita édesanyjának, hogy ők is a társadalom megbecsült tagjaibá válhassanak. És utána rájöttem, hogy maga a csoda az megtörtént. Megtörtént ezeken a gyakorlásokon, ezeken az együttléteken. Megtörtént a könyvbemutatón, hiszen maga a könyvbemutató is itt Hódmezővásárhelyen is lehetőséget kaptunk rá, ahol Péter életében ez egy maradandó élmény lett. És ez miatt is éreztem azt, hogy ezt a kisfilmet is, ezt az Esélykafé dolgozni akarok kisfilmet, szeretnénk majd benevezni egy filmszemlére, hogy ott is több szakember, hogyha megtekinti, és ott is, hogyha esetleg bekerül, mert körülbelül 100 beérkezett film közül bekerül az első 5 legjobba, akkor ez is a továbbiakban fog minket előre vinni. A műsor végén kérhetek öntől valamit? Igen. Én arra szeretném kérni önt, hogy valamikor Hódmezővásárhelyen üljünk be egy kávéra. Jó?
Ön a Fazekas Gábor, aki a mai adás technikusa volt, illetve én Czabarka János, és ígyunk egy olyan kávét, amit Lipták Péter hoz ki. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatóink, Önök a közös nevezőt hallották, amelynek mai vendége Misák Darinka, az Esélykafé Dolgozni akarok című könyv szerzője volt. Kérem, maradjanak velünk, hiszen a híreket követően jövünk vissza a hazai pályával. Közös nevező. Vásárhely, Makó és a régió információs és közéleti magazinja. Holnap délelőtt 10-től újra a Rádió 7-ben.